Sziasztok! Őszi dunai barangolásaink talán utolsó epizódjához érkeztünk ebben az évben. Eléggé téliesre fordult már az idő, kemények az éjszakai fagyok. Érkeztünkkor a hőmérő higanyszála -4°C mutatott. A hely, ahol ma horgászni fogok, igazán különlegesnek mondható, ugyanis a Duna régi medrében állok. A víz egykoron a szemben lévő fák és bokrot tövét mosta, de amikor a bősi vízi erőmű megépült, a nagy víztömeg ketté oszlott, akkor ez az óriási sóderos mederrész szárazra került. A főmeder, az egykori hajóút a szembepart előtt húzódik, amely egyébként már Magyarország területéhez tartozik. Ezen a szakaszon a Duna határvonalat képez Szlovákia és Magyarország között. A halak még a rendkívül hideg idő ellenére is jelen vannak és aktívak, erről tanúskodnak a folyamatos ugrásaik. A horgászat alatt a fő problémát az jelenti, hogy a parttól még az 50-60 méteres távolságban is nagyon sekély a víz és sóderos, ez miatt a halak a legkisebb zajra is nagyon érzékenyek. Alapozó ecetésről szó sem lehet, ugyanis a folyamatos csobogás elijesztené őket. Ezért olyan keverékre van szükségünk, amely egy etetőkosárnyi mennyiségben is hosszú ideig helyben tartsa a halakat. Ez az etetőanyag keverék a következőkből áll össze. 1 kg Haldorado naddévér, 1 kg Haldorado Goldfeder Lemon Carp, PV1, nehéz folyóvízi barna agyag, piros flómorzsa, naddévéres pasztoncsínó, naddévér aromatuning, és a kimaradhatatlan adalék a Haldorado édesítőszer. Az etetőanyagkeveréknek képesnek kell lenni arra, hogy akár több 10 percig a mederfenékhez simulva várja a halakat. Ugyanis előfordulhat, hogy a sekély vízben a halak elriadnak a meghorgászandó sávról, és a folyamatos csobogással elérnénk azt, hogy talán vissza sem jönnek. A keverékem alapját 2 kg száraz etetőanyag képezi. Következő adalékunk a folyóvízi barna agyag, amelyet nagyon nem mindegy, hogy építünk be keverékünkbe. Nagyon fontos, hogy a gyárinak benedvesített föld a száraz etetőanyaghoz kerüljön, ugyanis így a száraz szemcsék kiszívják a földből a nedvességet, és így homogénebben épül be. Amikor összekevertük a földet a száraz etetőanyaggal, még ebben az állapotban át kell, hogy rostáljuk. Most pedig belekerül a PV1 és a naddévéres pasztoncsínó. Ez a száraz keverék, ha vizet kap, akkor a föld a száraz etetőanyag szemcsékhez hozzátapad, és így szemcséjében nehezíti azokat. Nem maradt már más hátra, mint az etetőanyag keverék édesítése és aromázása. Felállítottuk a horgászállást, lerostálom az etetőanyagot, majd hozzákerül az utolsó adalék, a piros színű flómorzsa. We'll be right back.
Hatodik dobásra megérkezett ez a gyönyörű dunai koncér. Úgy néz ki, ennyi idő kellett, hogy a halak ide találjanak az etetésre. Íme egy újabb gyönyörű dunai hal, egy dévérkeszeg. Harmadik hal, ismét egy leán koncér. Szépen lassan növekszik a méret, egy újabb dévérkeszeg. Mehet vissza a Dunába. Ez idáig 4 darab halat sikerült fognom, a parttól 45 méterre kimért végszerelékkel, majd megszűntek a kapások, vélhetően a halak bejebb húzódtak a meder irányába. Ezért felveszem a másik botot, mely 55 méterre van a parttól kimérve, és megpróbálok újabb halakat fogni. Szünet után a sávváltás első dobásra meghozta az újabb halat. 3,9 méter hosszú, heavy karakterisztikájú féderbotokat használok, melyekre 50-es méretű elsőfékes orsót erősítettem. A dobokra 16-os monofil főzsinort csévéltem, dobóelőkének 10-es fonott zsinort használok, melyen egy klasszikus folyóvízi csúszóra szerelt végszerelék található. Ennek eleme egy forgókapcsos karabiner, melyre a kosarat akasztottam. Továbbá található rajta egy gumiütköző és egy előkelőgzítő gyorskapocs.
itt a hatodik halam, egy koncér. Most megpróbálom lecserélni a csonti csalimat fűzött csalira. Hát, ha jön nagyobb is. A csali tiskére Haldorado Quattro Fluoro Pop-up fehér színű mini boily kerül 8-as átmérőben, amely a Dunán már többször is bizonyított. Íme a fűzött csali első áldozata, egy gyönyörű koncér. De hát ez sem nagyobb, mint a többi, és csak a harmadik dobásra húzta el. Ezért úgy döntöttem, hogy csonti csokorral folytatom tovább a horgászatot, de azért mérjük meg ezt a halat, hogy mégis tudjam, mekkorákat fogok. A nap eddigi legnagyobb hala, ez a közel 1,5 kg-os koncér. A mai napon nagy szerepe volt a különböző távolság meghorgászásának, ugyanis a félénk halak hol beljebb, hol kijebb húzódtak. Ezt három különböző súlyú kosárral oldottam meg, a 65 g-os, a 90 g-os és a 115 g-os Haldorado Barbell Level névre keresztelt kosarakkal, melyeknek az optimális töltőtömegen túl nagy előnye még, hogy 4 darab köröm található az alján, ezáltal az adott távolságon 20-30%-kal kisebb súlyt tudunk alkalmazni, amely félénk halak esetében nagyon is felértékelődik.
Ezzel a hallal a horgászat végéhez érkeztünk. Kár lett volna kihadni ezt a gyönyörű őszi horgásznapot. Gyönyörű koncérokat és dévérkeszegeket zsákmányoltam. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény a novemberi Dunán. Ezzel a koncérrel búcsúzom, sziasztok!